folytatásban stábunk segítségével a második kutyabarátnapra látogatunk, ahol fontos információkkal gazdagodhattak az érdeklődők, a gazdik ugyanis beszélgethettek például állatorvosokkal, illetve a menhelyek vagy egyéb állatvédő szervezetek képviselőivel, vezetőivel. Így van, mi is megkérdeztük, milyen jó tanáccsal tudnak szolgálni a kutyatartóknak, összefoglalónkból kiderül, milyen válaszokat kaptunk. Egy mentőkutyás egyesület vagyunk, ugye mentőkutyák képzésével foglalkozunk, emellett ugye közreműködünk a rendőrséggel és az a katasztrófa védelemmel is dolgozunk együtt. Ez azt jelenti, hogy ha van egy eltűnt személy, vagy akár itthon egy pinceomlás, vagy egy gázrobbanás, értesítenek minket, és akkor megyünk és a kutyákkal segítjük a munkájukat, hiszen a kutyától nagyobb jobb érzékszervű állat nem nagyon létezik a Földön. Jelen pillanatban 15 főnk van az egyesületben. Ebben van elsősegélyes, aki ápolóként dolgozik, van egy doktornénink. Ők ugye az elsősegély részét adják, járnak oktatásra, próbálják a fiatalokat bevonni ebbe a történetbe. Persze mi is a kutyázáshoz, de ők ugye egy más szinten, egy más történetbe. És kutyában jelenleg most 4 mentő kutyában rendelkezünk, ebből 2-nek van meg a nemzetközi szintű vizsgája. Mi elég gyakorta találkozunk örökbefogadó jelöltekkel, mert hogy az állatmenhelyünkről szeretnének örökbefogadni leginkább kutyát, bár cicákkal is foglalkozunk, de velük azért korlátozottabb számban, mert hogy még nincsen cicamenhelyünk, vagy cicamenhely részünk. És az a tapasztalat, hogy amire felhívnám a figyelmet, az utóbbi időben jelentkeztek olyan családok nálunk, ahol mondjuk 3-4 tagú családról beszélünk, és voltak olyanok a családtagokon belül, akik nem szerettek volna itt mondjuk kutyát örökbe fogadni. És itt az indokokat nem is érdemes kutatni, volt olyan, ahol a gyermek félt, tehát mondjuk az egyik gyermek félt a kutyától, előéletet tekintve nyilván nincsen ezzel kapcsolatosan információnk, hogy miért, vagy pedig mondjuk az édesapa volt az a családon belül, aki nem annyira szerette volna, hogy egy kutya kerüljön a családhoz, és így hál' Istennek voltak olyanok, akik felelősségteljes döntést hoztak, mert hogy ez a cél. Tehát az a lényege, hogy ha egy családról van szó, akkor igenis mindenki fontos a családon belül, és mindenkinek egyet kell érteni azzal a döntéssel, pontosan azért, mert a későbbiekben, hogyha ez gondot okoz a család dinamikájában, akkor a kutya visszakerülhet az állatmenhelyre, és ez egy törést okozhat a számára. A jó gazda ismérve. Igazából az a lényeg, hogy felmérjük azt, hogy mennyi időnk van arra az állatra, valóban biztosítani tudjuk-e azt a fajta mozgásigényt a számára, amit ő valóban kell, hogy kapjon napi szinten. Az állatorvosi ellátása, amit most nem feltétlenül csak arról szól, hogy megkapja a megfelelő oltásokat, hanem mondjuk egy ivartalanításról is fontos beszélnünk, nemtől függetlenül. Itt értem ez alatt, hogy 6 hónapos korban azért már illő egy felelős kutyatartónak ivartalanítatni a kutyáját. Ezen kívül pedig számolni kell a későbbiekben azzal, hogy bármilyen rejtett betegség előjöhet az állatnál, illetve időskorban azért fokozottan vannak olyan megbetegedések, amelyek állatorvosi kezeltetést igényelnek. Ezek mind nem olcsó mulatságok, tehát így anyagiakban is mennyire tud rákészülni az ember.
amennyiben utazni szeretne a gazdi vagy a család. Hova fogják tudni elhelyezni az állatot? Itt hál' Istennek sokan viszik magukkal, tehát már azért megengedett jó néhány szállodában vagy apartmanban, hogy el tudják szállásolni saját magukkal együtt a kutyát, vagy hát a házi kedvencet, és természetesen van arra is lehetőség, hogyha valaki mondjuk nem tudja magával vinni, vagy nem olyan helyre megy, ahova akarja vinni magával, akkor egyéb lehetőségeknek nézzen utána, így mondjuk állatpanziók is foglalkoznak azzal, hogy arra az időre elhelyezik az állatot. Hát aki kutyát szeretné, elsősorban a menhelyek felkeresését javaslom. Nem mindig a legszebb kutya és a fajta tiszta kutya, ami kutya, a menhelyek gyönyörű szép kis kutyák vannak, ugyanúgy lehet őket szeretni, sőt, ők ugyanúgy viszonozzák a szeretetet, mert teljesen mindegy, hogy milyen kutyáról beszélünk, egy mentett kutyáról, vagy egy vásárolt kutyáról, mindegyik feltétel nélkül szereti a gazdáját.